Egyetemen ez már hagyományá válik a Gyulai Improm József Általános Iskolában, hogy minden év január 10-én megemlékezünk azon honfitársainkról, akiket 1945. január 10-én származásuk és kollektív bűnösségüknél fogva, mivel német származásúak voltak, a Szovjetunióba hurcolták Malenki robotra. És egy gyulai visszaemlékezéséből fogunk részleteket felolvasni gyerekekkel. Annyiban bővítjük ki az eseményeket, hogy igaz, hogy Gyuláról nem volt kitelepítés, de a rendezvény második felében a kitelepítésről is szó fog esni, hiszen a két időpont között nem volt nagy eltérés. 46. január 19-én indult el az első vonat Budaörsről, aki a németeket Németországba szállította ki. De elég sok forrás anyag áll rendelkezésre, egyrészt az internet, másrészt pedig régebben túlélőkkel készítettem riportot, hiszen abból az álláspontból indulok ki, hogy akik maguk is részesei voltak az eseményeknek, még autentikusabb módon tudják elmesélni az adott korszak történelmi eseményeit. Gyerekek is részt vesznek, hiszen ők fognak felolvasni egy gyulai túlélő megemlékezéseiből, illetve az iskola már évek óta szoros kapcsolatot tart fenn a Kásli-Fert hagyományőrzőkör tagjaival, és egy külön tematikát dolgoztam ki erre a tanévre. Minden hónapban találkozunk a kör tagjaival, és a lényeg a generációk összefonódása, és ugye a generációk közötti különbségek ellenére mégis megtaláljuk az összhangot, vagyis harmónia működik az idősek és az új generáció tagjai között.